Sziasztok, én Nagy Ákos vagyok, a Győri Eto Hoki Klub erőnléti edzője. A mai kis rövid videóban abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy hogyan tudjuk gyakorolni otthon a súlyemelő mozgásokat, azokat, amelyeket itt az edzéseken is tanulunk. Ehhez nagyon egyszerű eszközökre lehet szükség. Gondolom, felmosó nyele mindenkinek van otthon, ha nincs más és nincsen súlyemelő rudat, semmi gond, ez is tökéletesen jó ahhoz, hogy gyakoroljuk ezeket a technikákat. Ha muter nem mos fel, akkor nézz körül faternál a szerszámos kamrában, hát ha van egy szerszámnyele vagy egy gerebjenyél, ezzel is fogod tudni gyakorolni a súlyemelő mozgásokat. Végezetül, ha okis vagy, akkor gondolom ütőd van otthon, és ha van otthon, akkor ő lesz az, ami neked fog ebbe tudni segíteni leginkább. Jó, melyek azok az alapgyakorlatok, amelyeket lehet otthon is gyakorolni, akár súly nélkül is. Nyilván nem azt az ingert és nem azt a hatást fogjuk elérni, mint a súlyzóval csinálnánk, de a technikát lehet gyakorolni akár hokibottal is otthon egyénileg. Jó, amit ajánlok, először is keskenyfogásnál, az a deadlift, keskenyfogású kiállás. Nagyon fontos gyakorlat, de arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenes pályán, testünk közelső, legközelebb eső pályán mozgassuk a rudat, közel húzzuk, illetve a hát maradjon feszes egyenes. Nyomások. Tudunk nyomni várról, ragyogóan, lehet nagy ismétlésszámmal alkalmazni, hiszen nem nehéz, könnyű eszközről van szó. Széles fogásra ugyanez, deadlift, széles fogású felhúzás, high pull, gyakoroljuk, csináljuk az edzéseken, szintén lehet alkalmazni. Viszont ha egy gyakorlatot ki kell választanom, akkor az biztos, hogy guggolás lenne, méghozzá guggolás fejfölötti tartásban szakító fogással, népies angol crossfites nevén overhead squat. Ehhez a kiinduló pozícióm kényelmes terpesz, lábfejek ennyien előre néznek, karom végig feszes egyenes, és próbálok úgy legugolni, hogy megtartsam ezt az ütőpozíciót a fejem fölött. Ne hagyjam el se előre menni az ütőt, se hátra. Végig egyenesen szépen. Ez egy nagyon jó és egyszerű gyakorlat, segíteni tud abban, hogy minél jobb formába gyertek majd vissza a szünet után. Én tényleg javaslom mindenkinek, hogy használja és gyakorolja otthon azokat a súlyemelő mozgásokat, amelyeket itt az elmúlt hónapokban megtanultunk. Egy a lényeg, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, és maradjatok aktívak.